Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István napi ökumenikus új kenyérszentelő ünnepen. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Külön köszöntöm dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat. Tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Szeretettel köszöntöm Rózsa Sándor urat, Karcagváros jegyzőjét. Külön köszöntöm nagy tiszteletű Koncz Tibor urat, a Karcagi Református Egyházközség vezető lelkészét. Külön köszöntöm főtisztelendő Gulyás Zsolt atyát, a Karcagi Katolikus Egyházközség plébánosát, érseki tanácsos urat. Tisztelettel köszöntöm Hubai Imre Csaba urat, a Karcagi Nagy Kungazdakör elnökét, a Magosz országos alelnökét. Szeretettel köszöntöm az önkormányzati képviselőket, az intézmények vezetőit, képviselőit, minden kedves jelenlévőt. Külön köszöntöm a kedves televíziónézőket. Kérem, hogy ünnepségünk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tárogatón közreműködik Csontos Menyhért. Hölgyeim és Uraim! Augusztus 20-a van, államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepe. Felkérem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat köszöntő beszéde megtartására. Nagy tiszteletű lelkész úr, főtisztelendő plébános úr, polgármester úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A külföldieket gyakran ámulatba ejti a magyar történelem. Az évszázadok során annyiszor feldúlták országunkat, annyi pusztítás ért bennünket, hogy az idegenek számára önmagában véve is csoda, hogy mi magyarok megmaradtunk a Kárpát-medencében több mint 1000 esztendőn át. Hozzáteszem, az elkövetkező 1000 esztendőt is úgy tervezzük, hogy itt fogunk gyarapodni, boldogulni. Nem csoda, hogy rajtunk kívül senki sem érti, miből merítettünk erőt a folytonos újrakezdéshez, országépítéshez? Mi az az őserő, amely megtart bennünket? A mi titkunk államalapító királyunk művében rejlik. Szent István olyan biztos alapokra helyezte az országot, ami alól előforog el a föld, semhogy a fundamentum egy centit is elmozdulna. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Olvashatjuk Máté evangéliumában. A mi kincsünk pedig nem más, mint a Kárpát-medencében évszázadok alatt felhalmozott műveltségünk, épített és szellemi örökségünk, páratlan természeti értékeink, erőforrásaink, nemzeti tartásunk. A termőföld, az édesvíz, a gazdag élővilág, a környezet, amelyben élünk,
és amit minden áron meg tudtunk védeni, és meg is fogunk védeni. Örökségünkhöz tartoznak azok az évszázados termesztési hagyományok is, amelyekkel hűségesen gazdálkodunk, mint ránk bízott javakkal. Ez a mi kincsünk. A szívünk tehát a Kárpát-medence kellős közepén lakik. A kenyérszentelés, a kenyér megáldása pedig az egyik legszebb ünnepünk. Kifejezzük vele tiszteletünket azok iránt, akik a mezőgazdaságból élnek, akik a földet művelik, akiknek a kenyerünket köszönhetjük. Egyúttal kifejezzük azt is, hogy számunkra a kenyer sokkal-sokkal több, mint testi táplálék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy épület nem attól lesz templom, hogy tornya van. A Szent Korona sem lesz minden hatalmi jelképből, attól még, hogy királyok viselik. A templom és a Szent Korona azért több, mint múzeumi tárgy vagy műemléképület, mert összeköti az eget és a földet, összeköti népünk múltját és jelenét. És ebbe a sorba tartozik a megszentelt kenyér is. Első királyunk a keresztségben az István nevet kapta. István, görögül Stefanos, ami azt jelenti koszorú korona. A Szent Korona művészi gazdagsága, történelem formáló ereje mindig lenyűgözi, magával ragadja az embert. Már egy ezred év óta. Az arany, a drága kövek, a pazar rekeszománcos képek üzennek, mégsem hivalkodóak. A kun parasztember a földműves szívének gazdagságáról tanúskodik, hogy ezt a szépséget, ezt a csonát még a legszegényebb sorban élők is képesek voltak létrehozni, amikor az aranykalászokból korona alakú aratókoszorúkat fontak. A következő vetéskor a szemeket kimorzsolták belőlük, és összekeverték a vetőmaggal, hogy biztosítsák a jövő évi bő termést. István és a Szent Korona az életet, a megmaradás jelentette a magyar nemzet számára évszázadok óta. Ahogyan a búza is, hiszen a nép ajkán a búza egyet jelent az élettel. A korona alakú aratókoszorú pedig a bőséges esztendő, a gazdag jövő ígéretét hordozza, és hordozza ma is a magyarság számára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kenyérszentelés ünnepén köszönetet mondok mindazoknak, akik munkájukkal a magyar mezőgazdaságot, a vidéket és a városban élőket éltetik, bőséges élelemhez juttatják. Akik a Kárpát-medence természeti kincseit, szellemi és épített örökségét, nemzeti örökségünket védik. Ők a jövőnk zálogai, hiszen Magyarország ma is a vidék kulturális és természeti erőforrásaira támaszkodva tud megújulni és gyarapodni. Végezetül II. Rákóczi Ferenc fohászait idézve kívánok minden égi és földi jót valamennyi magyar embernek, és finom, ropogós kenyeret a családok asztalára. Mézet önts Tokajborába, búzát Alföld ugarába, s mely tűrt annyi éven át, boldogítsd e szép hazát. Köszönöm, hogy meghallgattad. Megköszönöm, miniszter úr, szívhez szóló, megható szavait. Felkérem nagy tiszteletű Koncz Tibor urat, a Karcagi Református Egyházközség elnöklelkészét az új kenyér megáldására. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Engedhessék meg, hogy a mi köszöntésünket egy kicsit a parafrázis kategóriájába elvíve állást, békességet embernek, családnak, városnak, nemzetnek. Szeretettel köszöntök tehát mindenkit ezen a szép napon, és engedhessék meg nekem, hogy református lelkészként mindenek előtt egy bibliai igét olvassak, és néhány gondolattal magyarázzam azt. Talán egy kicsit segít megérteni mindazt a évszázadok óta összegyűlt tanítást, ami református gondolatunkban van a kenyérrel kapcsolatosan. Így szól az ige Pál apostolnak 1. korintusi leveléből a 3. rész 6. és 7. verseiből. Pál apostol mondja: én ültettem, Apollós öntözte,
de Isten adta a növekedést. Azért az sem valaki, aki plántál, az sem, aki öntöz, hanem csak a növekedést adó Isten. Kedves barátaim, kedves ünneplő közösség, a felolvasott ige nem a kenyérről tanít, bár a Bibliában lenne olyan, ami a kenyérrel kapcsolatban tanít. De én a Biblia mellett meglévő tapasztalati nemzetünk közös tudatából fakadó tanításra figyelmezek először, mikor a kenyeret látom, mert nincs még egy ilyen nép meggyőződésem, mint a magyar, amelynek annyira különleges, mondhatnám bensőséges kapcsolata lenne a kenyérrel, mint a miénk. Egy ismerősömnek Japánból érkezett egy vendége, aki két nap után nem volt hajlandó kenyeret enni, ő neki mindenképpen rizs kellett. Mert hogy mi etettük volna szegény, de hát valahogy nem kellett neki. Állítom, nincs olyan ország, ahol ennyire sokféle és ilyen finom kenyér lenne. A magyar nép életében valóban, ahogy a miniszter úr is mondta, szimbolikája van a kenyérnek, maga az élettel egyenrangú. Ilyen kifejezéseket használunk, hogy ha valaki dolgozik, akkor elmegy kenyeret keresni. Ha valaki esetlegesen teljesen elszakítja magát egy másiktól, akkor azt mondják, hogy kenyértörésre vitte a dolgot. És egy falat kenyér mindennél többet jelent. A kenyér tehát valóban az életet szimbolizálja. De hogyan jutunk el a kenyérhez? A felolvasott igében ez van megfogalmazva. Hogy tudnélik, a kenyér nem csak lesz. A kenyeret elő kell állítani, és ennek a kenyér előállítási munkasornak vagyunk a végén. Azért, hogy elmondjuk a legősibb imádság szavát, hogy köszönöm. Hogy mondja a Biblia ige? Én ültettem, Apollós öntözte, de Isten adta a növekedést. Arról szól ez az ige, és ezt miniszter úr is megpendítette, hogy miközben az asztalon látjuk a kenyeret, akkor mindenki azon gondolkodjon el először is, hogy ezért a kenyérért az Istennel közösen együtt munkálkodtunk. Tulajdonképpen egy nagy kooperációban vagyunk. Egyfelől megtette mindenki a magáét, és én is azt mondom, hogy adjunk hálát azokért, akik dolgoztak azért, hogy legyen kenyér. Ahogyan miniszter úr is mondta, bizony rengetegen kellett, hogy étnappallá téve dolgozzanak azért, hogy legyen kenyér. Egyfelől tehát ezt üzeni az ige, hogy mindig legyünk azért hálásak, és jusson eszünkbe nekünk is, hogy a kenyérért dolgozni kell, és hogyha eredménye van, akkor ezt mindenképpen ünnepeljük meg. Hogy mennyire igaz ez a fajta látásmód, én ezt itt Karcagon hallottam először, amikor valaki egyszer, mikor azt mondtam, hogy Isten hozott, akkor hozzátette, hogy ez így van, köszönöm, de magam is igyekeztem. Ezt a szemléletet tessenek akkor most a bibliai ige alapján komolyan venni. Mert hogy most van kenyér, azt látjuk. De rajtunk is múlik, hogy lesz-e kenyér. A mi munkánktól is múlik, és a mi munkánktól is függ. Nekünk dolgozni kell, hogy jövőre is legyen kenyér. Hogy minden évben legyen kenyér. És ezt egy olyan korban mondom, egy olyan társadalmi helyzetben, amikor azt üzeni mindenféle média, ne dolgozz, majd mások helyetted. Ezt a szemléletet nem tudjuk támogatni. Ahhoz, hogy ilyen megterített asztalunk legyen, kell a munkánk. Legyen újra szorgalmas a mi népünk, mint amilyen volt, és amilyennek én hiszem, hogy most is lelke szerint mondható. Legyünk továbbra is a munkában, a feladatok elvégzésében, fölvállalásában az élen. De, és ez egy nagyon fontos gondot, mi azért vagyunk itt a klérus részéről, mert van egy másik része is ennek az igének, de az Isten adja a növekedést. Ugyanis miniszter úr az igazán komoly megmondhatója, hogy lehet nekünk a legjobb gépünk, lehet nekünk a legmodernebb eszközünk, módszerünk, a legjobb vetőmagunk, ha az Isten nem segít, akkor bajok vannak. Úgyhogy azért is vagyunk itt, hogy egyfelől megköszönjük az Istennek is a maga hozzátett támogatását, kegyelmét, és elkérjük a következőkre. Én ezekkel a gondolatokkal
Köszönöm meg valóban mindenkinek a munkáját, köszönjük meg az Istennek, hogy támogatott bennünket, és egyúttal kérjük is el a jó Istentől a további támogatását, mert mi szeretnénk nem sokára elkezdeni a jó munka eredményét, miután megkóstoltuk a vetést, az öntözést, és kérjük az odafelvalót, hogy ne legyen a munkánk hiába való, és 2013-ban is terített asztalnál lehessünk. Így kérek áldást a mindenhatótól. Az örökkévaló, tegye áldottá a mi kezünknek a munkáját, tegye édessé a szánkban a kenyeret, és adja, hogy ezt ilyen nagy szeretett közösségben testvéri, baráti, a nemzet tagjaiként egymáshoz rendelt életű emberekként tudjuk majd jövőre is megtenni. Amen. Köszönöm a figyelmet. Felkérem főtisztelendő Gulyás Zsolt atyát, a karcagi katolikus egyházközség plébánosát, érseki tanácsos urat az új kenyér megszentelésére. Az igét folytatva ott, ahol a vezető elkész úr abba hagyta, az imádság szavával forduljunk az Úristenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Testvéreim, kérjük a mennyei Atyát és köszönjük meg jóságát, mert megadta mindennapi kenyerünket ebben az esztendőben is. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik vetettek, arattak, és az új kenyeret asztalunkra tették. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg mindazokat, akik helytáltak a mindennapi kemény munkában. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg az új kenyeret és minden terményünket, hogy általuk szívünk is megújuljon, és buzgó életünkben kedvet teljék. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik a nekik juttatott javakból jó szívvel adtak a náluk szegényebbeknek. Hallgass meg, Urunk. Add, Urunk, hogy földi és jégi ajándékaidért mindig hálásak legyünk. Hallgass meg, Urunk. Téged, hallgass meg minket. Gondviselő atyánk, irgalmasságod határtalan, jóságod végtelen. Hálát adunk most minden jóért, amivel megajándékoztál bennünket. Kérünk, ezután se hagyj el bennünket, hallgass meg kéréseinket, és vezess el minnyájunkat égi országod asztalához, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Könyörögünk, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg kenyerünket, mint ahogyan megáldottad és megszaporítottad az öt árpa kenyeret a pusztában, áld meg minden terményünket, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Add, hogy földi táplálék testünknek erőt, az élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon, Krisztus, ami Urunk által. Most pedig mondjuk el azt az imát, amelyre a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, vezessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bejelentem, hogy Szabó Imréné ismét elkészítette a hagyományos kenyérbibliát, köszönjük figyelmességét, a kenyérbiblia immár megszentelve itt van az asztalon.
Felkérem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat a megszentelt új kenyér megszegésére. Most pedig felkérem a Dériné Kulturális Központ Iringó Néptánc csoportjának tagjait, kínálják a megszentelt kenyeret ünnepségünk résztvevőinek. Thank you.
Engedjék meg, hogy valamennyiünk nevébe nagy tisztelettel átadjam dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak ezt a kis búzacsokrot. Röviden annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy ez a búzacsokor Karcagon biodinamikus körülmények között termeltük, és ezek a búzafajták, amelyek itt vannak, a legfelső, az alaklor búza, ez több mint 6000 éves búzafajta. Alatta van a tönke búzafajta, ami legalább ismereteink szerint 3-4 ezer éves. A tönkölyi búza van a következő búzafajta. Jézus is ugye a Bibliában meg van írva, kenyéren és vízen tudtak élni. Ez a búzafajta minden eszenciális aminósavat tartalmaz, és nyilvánvalóan ezen tényleg meg lehetett élni. A alsó fajta szintén magyar búzafajta, ez a mai köztermesztésben lévő búzafajták egyik magyar fajtája. Meglátszik, hogy a búzafajtáink, amelyek itt láthatóak, egy gömb alakot képeznek. A energiákat fixálják a természetből, ezek a szálkák, amelyeket látunk, a levegőből, illetve a kozmoszból érkező energiákat fixálják, és ezek a bioenergiák, amelyek itt fixálva vannak, azért nem engedtem el ezt a búzacsokrot, mert az energiát, a biodinamikus energiát tartalmazza, és ezt nagy tisztelettel szeretném átadni a miniszter úrnak, hogy valahányszor látja ezt a búza fajta kollekciót, ezt a genetikai értéket, mindig jusson eszébe, hogy emögött a magyar nép áll, a magyar nép történelme áll, és a magyar nép szeretete áll, és nyilvánvalóan minden esetben képviseljen bennünket munkája alkalmával. Tehát ezek az energiák, fixált energiák, és mindig közvetítve vannak, és át is adnám a miniszter úrnak, és valahányszor látja ezeket a búzafajtákat egyben, mindig gondoljon arra, hogy nemzetet épít, és az a nemzet, ez már több ezer éves nemzet, és még több ezer évet fog megélni. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni ezt a gyönyörű ajándékot, amely sokkal többet hordoz láthatóan, mint ami valamennyiünk számára nyilvánvaló, olyan plusz energiát, amire meggyőződésem, hogy mindenkinek szüksége van. És ezt az energiát az édesanya földből meríti, a levegőből, az égből meríti, abból az áldásos környezetből, amelyben mi élünk. Én kívánom azt, hogy ezek az energiát adó dolgok, ezek valamennyiünk számára nyújtsanak erőt a jövendő munkálataihoz. Köszönöm szépen! Annyival szeretném folytatni, hogy nehogy azt higgyük, hogy megbeszéltünk dolgokat. A miniszter úr erről a dologról nem tudott semmit, most találkozott ezzel a gondolattal, illetve ezzel a dologgal. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy a következő 500 év két évvel ezelőtt elkezdődött. Ez az 500 év már két év eltelt belőle, látszik, hogy a magyar nép energiája felfelé ívelő, és ez az újabb 500 év valamennyiünknek a jövőjét fogja jelenteni, pozitív értelemben. Csak egyet említek, egyet emelek ki, az olimpiát. Ezek után engedjék meg, hogy átadjam ezt a kollekciót Arató koszorút a miniszter úrnak. Ez a koszorú a Szent Korona minden elemét tartalmazza. Köszönöm.
Még kedves kötelességemnek szeretnék eleget tenni, nagy tiszteletű úrnak szeretném átadni ezt a kis emléktárgyat. Nagy szeretettel főtisztelendő úrnak is szeretném átadni a emléktárgyat. Karcagváros határában a tatárülésen termeltük azokat a biobúzákat. A tatárülésen, és van egy másik vonulat, ami a Földben egy energiaeret jelent. Ez az energiaér egy plusz energiát kölcsönöz valamennyiünknek, és valahányszor arra járok, mindig érzem ezt a pozitív hatást. Valamennyi karcagi jelenlévőnek és nem jelenlévőnek kívánom azt, hogy érzékeljék, érezzék ezt az energiát, és hasznosítsák a családjukon belül is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen szép gondolatokat! Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik önzetlen támogatásukkal lehetővé tették a mai rendezvény megvalósulását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Új kenyérszentelő ünnepségünk véget ért, de hamarosan folklórműsorral folytatjuk itt az estét. Először majd a kuncsorgó citerakör műsorában gyönyörködhetünk, ezt pedig egy néptánc blokk követi, ahol a Déliné Kulturális Központ néptánc csoportjai fognak táncolni, és természetesen, ha lesz kedvük, önök is bekapcsolódhatnak. Kis szünet után folytatjuk programunkat. Köszönöm.